Bővülő feladatok, mesterséges intelligenciát is alkalmaznak a vármegyei kormányablakokban. Tavaszi Erzsébet táborok már jelentkezhetnek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye általános iskolái a zánkai üdülésekre. Bemutatkozó, vizit, gazdasági és kulturális kérdések kerültek szóba a brit nagykövet nyíregyházi látogatásán. Minden segítséget megad az Electrolux dolgozóinak és a cég vezetésének a vármegyei kormányhivatal annak érdekében, hogy a januárban bezáró gyár összes dolgozója el tudjon helyezkedni új munkahelyen. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Erről is beszélt 35 perc című műsorunkban Román István főispán. Folyamatos a képzés a kormányablakokban, hogy megfelelő színvonalon tudják ellátni feladataikat az ott dolgozók, sőt, most már mesterséges intelligenciát is alkalmaznak a hivatalokban a gyorsabb ügyintézés érdekében. Februárban jelentette be az Electrolux vezetése, hogy a nyíregyházi gyárát 2024. januárjától bezárja. Így 650 dolgozójának szűnik meg a munkája. A csoportos létszámleépítést a cég bejelentette az illetékes vármegyei kormányhivatalnak is. Román István főispán 35 perc című műsorunkban azt mondta, álláspontja szerint korrekten jár el a cég a munkavállalóival, és bízik abban, hogy talál mindenki új munkát. Látva azt, hogy egyébként Kelet-Magyarországon a munkaerőpiac, a új üzemek építése az milyen lendületet vett. Én azt gondolom, hogy vagy bízom benne nagyon, hogy sikerül elhelyezkedni rövid időn belül mindenkinek, aki ott dolgozott. Ugye csak a nagyobb üzemeket nézzük, akkor végrehajtott egy komoly létszámbővítést a LEGO. Két nagy beruházás is van a Nyíregyházi Ipari Parkban, ami szintén új munkahelyeket fog teremteni a közeljövőben. És gyakorlatilag olyan volumenű és lendületű munkahelybővüléseknek vagyunk a kapujában, ami azt gondolom, hogy jó reményekkel tölthet el mindenkit. Nyilvánvalóan nem jó az, meg nagyon rossz lehet azt megélni mindenkinek, hogy a munkahelye az megszűnik, de bízom benne, hogy a kormányhivatal segítségével, illetve hát magának a munkaerőpiacnak a felszívó hatására mi hamarabb munkát tud mindenki találni. Múlt héten vehette át 20 kormányhivatali dolgozó sikeres továbbképzéséről szóló bizonyítványát. Folyamatosan képzik például a kormányablakokban dolgozó munkatársaikat annak érdekében, hogy az egyre bővülő feladataikat el tudják látni. Sőt, most már mesterséges intelligenciát is alkalmaznak. Ez több ponton a megyében már telepítésre kerültek ezek az eszközök. Így gyakorlatilag jelen pillanatban a kormányablakainkban találhatóak meg, de itt mindenféle ügyintéző közreműködés nélkül néhány egyszerű ügyben oda léphetünk az automatához, és miután azonosítottuk magunkat, azután az ügynek a kezdeményezése elindulhat. És a harmadik, ami nagyon fontos, hogy zajlik egy deregulációs munka a közigazgatásban, aminek a keretében az ezzel foglalkozó kormánybiztosság valamennyi munkatársunkat közvetlenül meg fogja keresni, és olyan típusú javaslatokat vár közvetlenül a munkatársaktól, amelyeket a mindennapi munkavégzés során gyűjtött tapasztalataikra támaszkodik, és nyilvánvalóan a javaslatoknak arról kell szólniuk, hogy hogyan lehetne esetleg egy-egy ügyintézést még egyszerűbbé tenni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a mi kollégáink is sok ilyen javaslattal fognak élni, és ennek az eredményeképpen mind az ügyfél, mind meg nyilvánvalóan a hivatalok életében további egyszerűsödés mehet végbe. 10 évvel ezelőtt jöttek létre a kormányablakok, akkor néhány 10 ügyet lehetett ott elintézni. Mára 2500-ra emelkedett az ügykörök száma. A kormányhivatal célja, hogy közülük egyre többet tudjanak online módon is elintézni az ügyfelek. Már jelentkezhetnek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye általános iskolái a tavaszi Erzsébet táborokra. Az ANKÁ rendezett üdülések május közepétől június 9-ig tartanak. A gyermekek 3 napos turnusokban vesznek részt a táborban, ahol a színes programok mellett felújított szálláshelyek várják őket. Hamarosan a nyári táborokra is megnyílik a regisztráció, idén rekordszámú vendéget vár az Erzsébet alapítvány. Számos fejlesztés valósult meg a közelmúltban a zánkai Erzsébet táborban. A szállásépületek felújításával nem csak a komfortérzetet javították, hanem a komplexum befogadó képessége is jelentősen megnőtt.
Erre azért is volt szükség, mert évről évre egyre többen jelentkeznek az ott alvós Erzsébet táborokra. A tavaszi háromnapos osztálykirándulásokra már meg is nyílt a regisztráció. Az általános iskolák jövő hét péntekig jelentkezhetnek az etáborplusz.hu weboldalon. A tavaszi táborokat május 15-től június 9-ig bonyolítják le. A szervezők összesen 16 ezer vendéget várnak. Egy-egy turnus hétfőtől szerdáig, vagy szerdától péntekig zajlik, és ez alatt a pár nap alatt a gyerekek korszerű szállásokon éjszakázhatnak, biztosítottak a napi étkezések, az egészségügyi ellátás, emellett pedig az osztályközösségeket erősítő programok is. A programok között van például sétahajózás, íjászat, túrázás, ismeretterjesztő játékos foglalkozások, előadások, koncertek, de a gyerekek akár túrázhatnak is, sőt, az iskolák maguk is szervezhetnek kirándulásokat, a környék látnivalóit is így megismerhetik a gyermekek. Az Ánkai Erzsébet táborban tavasszal is az ország bármely pontjáról érkezhetnek a gyermekek, bárki jelentkezhet. Kívül belül megújult táborba érkezhetnek a csoportok, fantasztikus szállásokra, amelyek természetesen fűthetőek a felújításoknak köszönhetően, új bútorokkal rendelkeznek, saját fürdőszobás szobákról beszélünk, és a programoknak is, foglalkozásoknak is rendkívül korszerű közösségi terek adnak otthont. A tavaszi táborokat követően pedig a vakáció alatt is lesz lehetősége a gyermekeknek Erzsébet táborozni. Idén ráadásul rekordnagyságú vendégszámra számítanak a szervezők. A többnapos ottalvós üdülés mellett pedig a köznevelési intézményekben rendezett napközis táborokra is hamarosan megnyílik a jelentkezés. Amint az iskolákban kicsengetnek, már is kezdődnek a nyári táborok. A nyári ottalvós táborok többek között a Balatonnál valósulnak meg, a Szánkai és a Fonyódligeti táborhelyeken. Több héten keresztül vasárnaptól péntekig tartó turnusokba várjuk majd a csoportokat. Ezekbe a táborokba is hamarosan megjelenik a jelentkezési felhívás. A nyári táborokban is egyébként 24 órás gyermekorvosi ügyelet, állandó mentőszolgálat és vízi mentőszolgálat is működik a testi és a lelki egészség garantálásáért, emellett pedig napi 60 különböző programot nyújtunk a gyermekek számára. Tavaly több mint 180 ezer gyermek vett részt a nyári Erzsébet táborokban, a legtöbb napközis tábor pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fogadta a nyaraló diákokat. Bemutatkozó látogatásra érkezett Nyíregyházára Nagy-Britannia budapesti nagykövete, az angol diplomatát Kovács Ferenc polgármester fogadta hivatalában. A megbeszélésen gazdasági és kulturális kérdések kerültek szóba. Egymás után kapják meg a borítást ezek a tisztítószeres palackok az Unilever nyírbátori gyárában. Az angol cég 1991 óta van jelen Magyarországon, többek között Nyírbátorban. A megyeszékhelyen viszont nincs brit beruházás. Paul Fox, Nagy-Britannia Budapest nagykövete először látogatott Nyíregyházára 2020-as kinevezése óta. A diplomata úgy látja, számos területen tudnának együttműködni a várossal. Úgy gondolom, hogy számos lehetőség van a különböző magyar városokban, Nyíregyházán és környékén is. Például a Máté Szalkai Specsavers gyár, vagy az Unilever Nyírbátorban. Szóval nagyon sok lehetőség nyílhat az együttműködésre, fogalmazott a nagykövet. Nagyon jó adottság. Kovács Ferenc polgármester fogadta az angol nagykövetet. Azt mondta, jelentős ipari parki fejlesztés zajlik a megyeszékhelyen, amely érdekes lehet brit befektetők számára is. Nagyon sok együttműködési lehetőség adódik, ezért próbáltam a város Nyíregyházát úgy bemutatni, milyen kulturális lehetőségek, milyen színes itt az élet, milyen sport, milyen turisztikai, és hát ugye a befektetés a legnehezebb, de erről beszéltem a legtöbbet, hogy a mi ipari park fejlesztésünk hol tart, már jönnek, milyen virágcégek jöttek eddig ide, tárgyalásaink vannak, és hát kérdeztem, hogy brit cég még eddig nem jelentkezett, és ebben kértem a nagykövető segítségét. Az angol nagykövet csütörtökön a Specsavers cégnél járt, majd roma szervezetek képviselőivel is találkozott Nyíregyházán. A nyírbátori rendőrkapitányság lopás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást FR 21 éves és AJ 18 éves nyírbátori lakosok ellen. A 21 éves férfi március 7-én bement az egyik nyírbátori ékszerüzletbe, ahol vásárlás színlelve a pultból kivetetett egy aranyakláncot, hogy azt közelebbről megnézze és felpróbálja. A férfi ezt követően sarkon fordult, és a 18 éves nő társa által nyitva a tartott ajtón keresztül
elszaladt a nyaklánccal. A tolvajt az üzlet egyik munkatársa üldözőbe vette, akinek végül sikerült visszaszerezni az ellopott ékszert. A rendőrök a 21 éves férfit és a 18 éves nőt elfogták, a rendőrkapitányságra előállították és gyanúsítottként kihallgatták. A nyírbátori nyomozók a férfit őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására az illetékes ügyészségen. A 18 éves nyírbátori nő büntető eljárás alatt szabadlábon védekezhet. Fókuszban a biztonsági övek, hétfőn újabb országos akciót kezdett a rendőrség, 3 nap alatt közel 600 olyan autós találtak a vármegye útjain, akik nem használták rendeltetésszerűen a biztonsági övet. Ennek elmulasztása 3 büntetőpontot ér. Az ellenőrzés sorozat vasárnap zárul. Feszülten figyelik Nyíregyházán a Kosbor utcán közlekedő autósokat a rendőrök csütörtök délelőtt, és hamar ki is intenek egyet közülük. A sofőr be volt kötve, és az iratokat is rendben találták. Pár perccel később azonban szabálysértést szúrtak ki a rendőrök. Sok autós viszont jól láthatóan szabályosan használja a biztonsági övet. A nyíregyházi rendőrök az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózatának fokozott ellenőrzéséhez csatlakoztak, amelyben a passzív biztonsági eszközök használatát figyelik. Februárban is tartottak már hasonló akciót. A múlt hónapban közel 14 ezer fővel szemben intézkedtek a kollégáink biztonsági övé elmulasztása miatt, illetve gyermekbiztonsági rendszer nem használata miatt országos szinten. Ebben a hónapban, ezen a héten, hétfőtől vasárnapig tart ez az akciósorozat. Most jelenleg körülbelül a felénél tartunk. Itt a 3 nap távlatában megyei szinten elmondható az, hogy közel 600-an nem használták a biztonsági övet, illetve 10 esetben intézkedtek ilyenek biztonsági rendszer elmulasztásának használata véget a kollégáim. Alkalomszerűen pedig szondát is fújatnak. Az európai szintű ellenőrzés keretében elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát vizsgálják a rendőrök. A biztonsági övé nem használatával elkövet egy jogsértést, gyakorlatilag közigazgatási bírsággal sújtják a kollégáim, amit a helyszínen tájékoztatóval kiszabnak, és akár poszterminálva is tudja fizetni a bírság összegét, és természetesen büntetőpontot is megkapja hozzá az állampolgár. Ez 3 büntetőpontot jelent. A bírság összege pedig attól függően, hogy lakott területen belül vagy autópályán történt a szabálytalanság, 10 és 20 ezer forint közötti lehet. A 12-ig tartó közúti ellenőrzés során drónokat nem használnak. Tóth Attila rendőrkapitány március 10-én péntek reggel 8 órától március 12-én vasárnap este 8 óráig Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el. A cél a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében. Háromnegyeden keresztül vezetett, de végül 11 pontos vereséget szenvedett Szegeden a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, akik cápák a 21. fordulóból elmaradt mérkőzésüket pótolták a Tisza partján. Az első negyed végén 7 félidőben 15 és 30 perc játék után is 11 ponttal vezetett a Nyíregyháza. A negyedik negyedet viszont 33-11-re nyerte a házigazda, és ezzel együtt a mérkőzést is megnyerte 85-74-re. A sereghajtó kékcápák szombaton a negyedik helyen álló Alba Fehérvár otthonában lépnek pályára. Megszerezte 11. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese az amatőr NBA zöld csoport 16. fordulójában 76-66-ra nyert a Zsíros Akadémia kőbánya otthonában. A tabella második helyén álló NKS vasárnap 17 órai kezdettel a listavezető MTK TFSE csapatát fogadja a Szent Imre csarnokában. A kötelező győzelem igényével lépett pályára Kőbányán a nyíregyházi együttes, és a vendégek meg is feleltek a saját maguk által támasztott elvárásnak. Az első negyed végén még csak 2 ponttal vezetett az NKS, de a nagyszünetre már 10 pontra nőtt a két csapat közötti különbség. A folytatásban 2 szoros negyed következett, 1 ponttal ide, majd 1 ponttal oda, így végül 10 pontot győzelemmel hozta a kötelezőt Farkasinszki Gyuláni együttese. Az igazság, hogy ez a 10 pont ez a mérkőzés kezdetétől megvolt, tehát hogy elkezdtük a mérkőzést,
Megpróbáltuk úgy forgatni a csapatot, hogy ne játszassuk be azokat a játékosokat, akik egyébként is nagyon sok játékpercet töltenek a pályán, főleg a juniorokat, akik ugye pénteken Zalaegerszegen voltak, tehát nekik azért egy kicsikét ez így nagyon húzós volt, hogy hajnalba érkeztünk, ugye vasárnap vissza kellett menni. Azokat a dolgokat, amiket meg szeretnünk volna csinálni, azokat meg tudtuk csinálni, nem kaptunk gyors indítású gólokat, ugye ami azért fontos volt. A magas embereiket tudtuk tartani palánk alatt, annyi, hogy a kinti dobásaikra nem mindig értünk ki. Próbáltuk a védekezést is, tehát különböző védekezési formákat próbáltunk gyakorolni, mert egy olyan képességű csapat ellen játszottunk, aki azért egy igen jó szerkezetű és jó játék állománnyal rendelkező csapat. Tehát is igazából szerintem egy percig nem volt kétséges az, hogy ki fogja ezt a mérkőzést megnyerni. A sajátján kívül még egy mérkőzés eredménye volt fontos a nyíregyházi csapat számára, mivel a listavezető MTK TFS-e 60-52-re legyőzte a Vasas Akadémia második csapatát, az NKS sorsa a saját kezében van a rájátszásba kerülést illetően. Mi is néztük az eredményt, hogy aránylag szoros mérkőzés játszott a két csapat, tehát nekünk mindenféleképpen az kellett, hogy itt az MTK ezt a mérkőzést megnyerje. A későbbiekben ugye még van egy Vasas és DVTK mérkőzés, és igazából itt már majdnem mindegy, hogy ki fogja a mérkőzést megnyerni, mert utána az egymásen eredményben a DVTK-tól jobbak lehetünk. Itt nekünk egyetlen egy mérkőzés az, ami még nagyon kulcsfontosságú, az, hogy a Debrecen ellen hazai pályán mit fogunk játszani. Hát én remélem, hogy idegenben tudunk 30 ponttal nyerni, akkor ez hazai pályán is győzelem lesz ennek a mérkőzésnek a vége, és akkor ott vagyunk a legjobb hat közt, amin úgy gondolom, hogy ez egy óriás eredmény. Tehát évvel én azért erre nem számítottunk, mert egy aránylag kiegyensúlyozott erős mezőny, ami ebbe a csoportban van. Tehát itt azért még az 5.-6. helyezett csapat is egy erős játékerőt képviselő csapat. És hogy nekünk az volt a szerencsénk azért, hogy azok a csapatok ellen, amikor kellett, akkor egy jó játékot tudtunk hozni, és azokat a mérkőzéseket is tudtuk nyerni. Ez nem tik ellen, reméljük játszunk egy jó mérkőzést. Az amatőr NB1 zöld csoport tabelláját az MTK TFS-e vezeti 13 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 11-3-as mutatóval rendelkező nyíregyházi kosársulit. A két csapat vasárnap 17 órai kezdettel találkozik a Szent Imre csarnokában. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Mesterséges intelligenciát is használ a Vármegyei Kormányhivatal a hozzáforduló ügyfelek kiszolgálására. Ez az egyik újdonság, amivel gyorsítják a hivatali munkát a kormányablakokban, mondta a 35 perc című műsorunkban Román István főispán. Arról is beszélt, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak az Electrolux vezetésével, és segítséget nyújtanak abban, hogy jövő januártól új munkát találjanak a bezáró gyár 650 dolgozójának. Román István abban bízik, hogy olyan ütemben bővül a gazdaság a Vármegyében, hogy gond nélkül kapnak új lehetőséget a cég munkavállalói. Jövő hét péntekig jelentkezhetnek az általános iskolák a tavaszi Erzsébet táborokra. Az ánkán rendezett üdülések május közepétől június 9-éig tartanak. A résztvevők háromnapos turnusokban vesznek részt a táborban, ahol felújított szálláshelyekkel és színes programokkal várják őket a szervezők. Hamarosan a nyári táborokra is megnyílik a regisztráció, idén rekordszámú vendéget vár az Erzsébet alapítvány. Bemutatkozó látogatásra érkezett Nyíregyházára Nagy-Britannia budapesti nagykövete, az angol diplomatát Kovács Ferenc polgármester fogadta hivatalában. A megbeszélésen gazdasági és kulturális kérdések kerültek szóba. Március 9-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Pénteken közepesen vagy gyengén felhős időre van kilátás, általában több órás napsütéssel. Délutántól dél felől növekszik, vastagszik a felhőzet, akár több helyen is lehet zápor, emellett zivatarok is kialakulhatnak. Napközben 16 fokig melegszik fel a levegő.